A labdarúgó világbajnoksággal egy időben rendhagyó mérkőzés zajlott az idősebb Dárdai Pál labdarúgó utánpótlás edzőközpontban. Ezúttal azonban nem a fiatal focisták, hanem a rutinos trénerek álltak össze két csapatba. A Leány Akadémiai utánpótlásban dolgozó edzők hívták ki a fiú szakágmestereit. A műfüves csarnokban megrendezett összecsapás előtt még taktikai megbeszélést is tartottak a csapatok. Ezt már több ízben említettük, hogy a PMS utánpótlása igazából ott van egy folytonosság. Én 8. éve vagyok a vezetőjük. 3 szekcióra oszlik, a legkisebbre, a középsőkre és a legnagyobbakra. Mint tehetségközpont nekünk egy picivel másabb a feladatunk, mint a női szakágnak. Ugye a női szakág az akadémiai szinten van, viszont azt azért örömmel mondom, hogy a 4 legmagasabb korosztályban mi is az akadémiák ellen versenyzünk, tehát abban a bajnokságban szereplünk. Úgyhogy ebben a csodálatos létesítményben a legkisebbektől az óvodásokig, a legnagyobbakig, illetve még a felnőtt csapatot ideértve, a lányokkal kiegészítve ebbe az évben most már mint egy család dolgozunk együtt, napról napra, és reméljük, hogy még magasabb szintre emeljük majd a pécsi labdarúgást. A lányok részéről volt egy kezdeményezés, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó közösségteremtő történetnek néz ki. Megmondom őszintén azt is, hogy én a szövetségi kapitányi posztot az Élő Tibinek átadtam, és őt kértem meg, hogy egy kicsit szervezze le ezt a fiú szakág részéről, annál is inkább, mert így elfogultság nélkül állhatok majd ott a vonal mellett, és hogyha úgy hozza, akkor betérek játszani is, de majd meglátjuk, hogy mennyit bírok. A PMFC női labdarúgó szakosztálya idén májusban került az ország 8 államilag elismert státusszal rendelkező Leány Sportakadémiája közé. A klub válogatott játékosai közül 2 Európa-bajnoki selejtezőn is pályára léptek. Most az edzőkön volt a sor, hogy megmutassák tudásukat. Női szakosztály már 5 éve elindult, mint pécsi sportolda, azóta viszont csatlakoztunk a PNC vonal, és a nagyon sok munkának köszönhet, illetve inkább a lányoknak a hozzáállása, közben lettünk akadémia is, úgyhogy most a legmagasabb szinte fotballoznak a U15, U17, U19-es korosztályunk, illetve van egy preakadémia és egy U7, U9-11. Most érzünk először, hogy itt tartoztunk, volt ilyen időszak, mikor kicsit ilyen vendégek éreztük magunkat a klubba. Most viszont nagyon működik a két szakosztály, ennek a Kulcsárápának is van természetesen között. És azért úgy gondolkodunk, ilyen köszönetet mondok, meghívunk egy mérkőzés, hová esetleg amit még tudunk potolni, megpróbálunk kicsit lopni a fiú vonal, és akkor talán jó is érzünk magunkat együtt. A stábunk, úgy gondolom, hogy minden funkció, amit kell, hogy tudnak felülni, a lányok megvannak. Pályaedzőtől kezdik, vezetőedző, kapusedző, dietikus, pszichológus, erőnléti edző, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ilyen emberek együtt tudok dolgozni. Szerintem nagyon-nagyon fontos. Az valamilyen fele biztonság is annak a lányok és a szülőnek. Úgyhogy a mi szakosztály nagyon együtt van, én úgy gondolom, most megnézzünk, a fiú hol tartanak, úgyhogy ez jó alkalma rá, hogy megnézzünk egymást. A 2x30 perces mérkőzést 2-0-ás félidő után 3-2-re a fiú szakág edzői nyerték.